Az Országos Mentőszolgálat az idén uniós segítséggel, támogatással a sürgősségi pályázat keretében 178 mentőautó beszerzését végzi, és ezeknek az autóknak a folyamatos átadása a héten, sőt már korábban elkezdődött, de a héten volt egy jelentősebb átadási ünnepség. Hétfőn délután Zsámbékon a vezetéstechnikai tréningpályán a Mercedes segítség támogatásával Mercedes típusú új gépkocsik érkeztek. Az ünnepség igen, próbakört is mentek a gépjárművekkel, a gépkocsi vezetőink mind elméleti, mind gyakorlati oktatásban részesültek a gépkocsik elhozatala előtt. A Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet hétfőn jó napot zárhatott, azt mondom, négy autót hoztunk el, de ez egyben azt is jelenti, hogy ennek a régiónak a gépkocsi parkja a leghasználódottabbak közé tartozik, így hétfőn ezt a négy gépkocsit vehettük át. Mennyiben tér el ez a négy gépkocsi a régiektől? Mivel tud többet nyújtani? Ahogy itt is látható, az új design, tehát látványosabb, illetve nem csak azért, hogy látványos legyen, hiszen ezek éppen a figyelemfelhívó hatásúak, már a színezése is, és a plusz lámpák, fények, amikkel el van látva a mentőautó, a hangja is talán egy picit élesebb, mint a régieké volt, tehát a biztonságos közlekedése való törekvés, biztonságos mentés megteremtése is célja ennek, de egyébként a mentőautók már profi mentőautónak készültek, tehát nem csak úgy összeszerelgetve vannak, hanem már tehát ennek is készültek, funkciójának megfelelően a használata is így. És hát főigazgatónk meg is jegyezte, hogy tulajdonképpen hungarikum ez is, hogy a mentőink autóinknak a berendezése, illetve belülről most már tehát egységes, minden műszer ott található minden mentőautón, és az egységes műszerpark mellett, hogyha bármely mentőautóba beszállunk, vagy dolgozunk, akkor az ember, ha bal kezemmel bal oldalra nyúlok, akkor ott egy kárhely ollót fogok találni, nem pedig más. Tehát ugyanaz a műszer, ugyanazon a helyen került elhelyezésre. Használatba vettük, van, ahol még éppen az állomás felé tart. Hány autó áll összesen a rendelkezésetekre? A régióban 73 autó teljesít szolgálatot, és néhány autó tartalékunk van. A tartalékautók kevés száma miatt bizony-bizony gyorsan kell orvosolni a meghibásodott autókat. Nagyon nagy szükség volt rá, és ezért is örülünk, de tulajdonképpen el is hoztuk az autóink egy jó részét, vagy felét, amit a régiónak szánt a mentőszolgálat. Veszprém megye 9 darabot fog kapni az új autókból. Ami nagy előrelépés még ebben az autóban, hogy infúzió melegítő is van, ez tőlem jobbra található, aminek ugye az a lényege, hogy azonos hőmérsékletű legyen a folyadék, amit a betegbe intravénás úton bejuttatunk. Sok évtizeden keresztül ezt nem igazán figyeltek erre, vagy nem vették komolyan. Egy beteg ember sokkal érzékenyebb akár egy hideg folyadékra is, és az állapota jelentősen romolhat. Nyilván testazonos hőmérsékletűt adunk neki, ez egy jó dolog, ez abszolút kiemelnénk ebbe az autóba, most már mindegyikbe érkezni fog ilyen infúzió. Plusz egy fényforrás a baleseti helyszínnél, vagy éppen hogyha közterületen egy újraélesztésnél, sötétben nagyon nagy előny, hogy nem csak a kocsi tárhelylámpája, hanem plusz van egy mobil fényrendszerünk, amit bármire föl tudunk csatolni.